Hogy épít hóembert farkas Ági? Óriási, igen. Csak vigyázzon a lábára. Igen, ne. Ez ramuraskodjon. És tényleg hóember? Ó, a tikfak. Tessék. Ó. Hólabda. Olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok. Farkas Ágnes pályafutása bővelkedett a sikerekben. A korábbi kézilabdázó visszavonulása után is megtalálta a helyét az életben, jelenleg az osztrák határ mellett, Kőszegen él férjével, ahol kedvenc hobbiának is hódol. Amikor ugye elbajtam a kézilabdát, akkor kellett valami napi elfoglaltság, amiben a feszültséget levezetem. És rengeteg raklapom volt, és akkor egy ilyen raklap art nevezető művészeti ágat létrehoztam, és ilyen darabokból, puzzle jelleggel összeraktam. Tehát ez egy ilyen jópofa kis képeket. Tehát az is fa munka volt elsősorban. És hát aztán egy kicsit most változott, most egy kicsit elmentem a restaurálás fele. Tehát székeket, kanapékat, szobrokat, különböző fa tárgyakat, amit meg lehet menteni, azt megpróbálom megjavítani és új köntösbe helyezni. És tulajdonképpen itt is ezt a tevékenységet kezdtem el, úgyhogy a közösségnek próbáltam egy olyan 1700-as évekből származó piéta szobrot rendbehozni, amit majd megmutatok nektek, itt Kőszegen, egy nagyon szép kápolnába. Kápolnát fölújítottuk szépen kis kőműves munkával, és a faszobor fölújítása meg rám hárult. Nem mondom, egy évig dolgoztam vele. Tehát olyan állapotban volt, hogy muszáj is volt vele egy évig dolgozni, de most én úgy gondolom, hogy a régi fényében van, úgyhogy ilyen dolgokkal foglalkozom most hobbiszerűen. Hogy kell elképzelni akkor ezt a civil farkaságit? Megy a piacokra, nézegeti szakértő szemmel az alapanyagokat, és már meglátja benne a majdani műalkotást? Például. Szeretném, ha így lenne. Hobbi szinten értelemszerűen megyek ilyen zsűripiacokra, hogyha van rá lehetőségem, akkor Ausztriába is kijárok, és megnézem azokat a régi holmikat, amiket, ami másnak esetleg már, nem azt mondom, hogy szemét, de nem hasznosítja, és én még látok benne fantáziát, akkor azt fölkarolom, és egy ideig az én tulajdonomban van. Életed a kézügyesség körül forog. Hát a kezem, igen. A kéz. Alkotsz, a kéz, és üremekkel kell. Hol a pályán? Azok a hibák, amiket a labda okozott, az most egy kicsit zavaró, de próbálom használni még a kezem, ameddig lehet. Ezek a kezek pedig közel 1000 gólt szereztek a magyar válogatottban, úgyhogy térjünk is át akkor erre a páratlan kézilabda pályafutásra. Az volt a cél, hogy a világ legjobb legyél. Hát ez nem kisebb cél nincs. Tehát ez maximum a kisebb cél, a világ legjobb legyél, és csak akkor lehetett, hogyha válogatottban szépen muzsikáltál. Úgyhogy ezt mostaniaknak is tudomásul kell venni, hogy igenis nem csak a magyar bajnokság létezik, hanem amikor lehetőséget kapsz, hogy nemzetközi szintén megmutasd magad, akkor neked ott a legjobbnak kell lenni. És minden világversenyen ugyanazt a szintet kell teljesíteni, vagy még jobbat. Tehát nem engedheted meg magadnak azt, hogy elértél valamit, vagy egy név, és utána annak nem felelsz meg. Tehát én most ezt csodálom a mostani fiatalokon, hogy nem ismerem őket személyesen, de azt teljesítményükön látom, hogy hát egyszer lent, egyszer fent. Persze nem lehet tökéletesen, de hát úgy kell a formát igazítani, meg a fejbe is úgy kell fölkészülni egy világversenyre, hogy akkor ott legyen egy legalább 2-3 olyan meccsed, amin azt mondják, hogy igen, ez eldöntötte a meccset. És most ezt nem kapom vissza, ha nézem a tévét. Tehát ez nekem hiányzik ebből szempontból a kézilabdából. Rengeteg gyerek elkezdett akkor kézilabdázni úgymond a mi hatásunkra. Tehát azért az, hogy most milyen megítélés alatt van most a kézilabda, azt nagy mértékben a mi korosztályunknak köszönhetik, meg a mi eredményeinknek köszönhetik. Tehát azok az emberek, akik most dolgoznak a kézilabdába, a külföldön is, a mi korosztályunkból lévő emberek. Ha
egy olyan meccset mégis ki lehetne választani, ami újra játszható, akkor az melyik lenne, Fari? A döntések, hogy akár egyéni döntések. Azért játsszuk újra, hogy más legyen az eredmény? Azért játsszuk újra, hogy más legyen az eredmény. És azért, mert tudod, hogy mi volt a hiba, és tudod, hogyha az megvan, akár saját magad, akár csapatként, akkor... De tudod, hogy, mi a baj ebbe? Ha belenyúlsz a múltba, akkor nem lesz jövő. Biztos, hogyha belenyúlnék egy mérkőzésbe, mondjuk az olimpiai döntőt biztos beleraknám, de nem biztos, hogy jót tennék vele, mert akkor nem lenne meg az európai arany. Az biztos. Akkor nem lenne meg az EB aranyunk, hogyha az olimpiai aranyunk meg lenne. Pillangóhatás. Ez tuti. Mert akkor azok a játékosok, akik ott azok megelégszenek. És nem. Akkor Kökénybe az se jött volna még el erre az EB-re. Például. Pedig aztán most a Köksit hozom ki példának, de ő neki nagyon fájt ez. Ő neki nagyon kellett, hogy legyen valami pozitív. És akkor már nem lenne meg. Bocsánat. Eljutottuk megint, hogy mindenek oka van. Hát a konklúzió. Ha még többet szeretne megtudni Farkas Ágnesről, akkor keresse a Nemzeti Sport pénteki számának Sportkrém című mellékletét.